Kukákat adtak át. Kevesebb és drágább lesz a magyar dinnye. Kirabolta az automata borszívót. Bővült térségünkben is az e-kis kereskedelem bevétele. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 1-én 18 óra 5 perckor. A déli külvároson Balajti Józseffel beszélgettünk a hulladékgyűjtő edények osztásakor. Két külvárosi részem, tehát az északi és a déli város részen eddig nem volt házhoz menő gyűjtés, csak gyűjtőpontokon konténerek voltak kihelyezve. Gyakorlatilag gyűjtőpontok voltak, amik ilyen konténerek voltak kihelyezve. Hát ezek a gyűjtőpontok azért mindig vonzották a illegális elhelyezéseket is, úgyhogy sajnos ezeknek a gyűjtőpontoknak a környezete az sok gyakori esetben kívánni havalót hagy maga után. Igyekszünk ezen segíteni, és ennek az egyik megoldása az lesz, hogy a házhoz menő gyűjtést bevezetjük. Ebben nagy segítségünkre volt a város. A város ugye elkészítette azokat az útalapokat, amik lehetővé teszik azt, hogy egyáltalán meg tudjuk közelíteni ezeket az ingatlanokat, és hát mostantól kezdve elindul ez a gyűjtőjárat. Egy kehopos pályázat keretében sikerült hulladékos gyűjtőedényeket beszerezni. Ezeket ilyen tartós bérbe adjuk át a lakosoknak, és gyakorlatilag elindult a házhoz menő gyűjtés. Egy keopos pályázat keretében sikerült hulladékos gyűjtőedényeket beszerezni, amit tartósan bérbe adják a lakosoknak, így elindul a házhoz menő gyűjtés. Bízunk benne, hogy azért mindenképpen valamilyen szinten működni fog és jól fog működni ez a dolog. Én azt látom, hogy elég sokan igénylik, nagyon-nagyon sok lakó volt, aki már régóta szerette volna ezt, és nagyon örömmel fogadják, és nagyon örülnek is neki, hogy ez lehetőségé válik. Én bízom benne, hogy azért fog ez működni. Természetesen lesz olyan is, ami nem pontosan úgy fog működni, hogy kell, igyekszünk majd ott a megfelelő lépéseket megtenni, de bízunk benne, hogy ez mindenképpen pozitív hatással lesz itt a környezetben. A Petőfi utcai ügyfélszolgálaton is folyamatosan átvehetők az edények. A szakember bízik abban, hogy valamilyen szinten ezzel megszűnik az illegális szemétlerakás is. A lakosok többsége örömmel veszi, hogy heti rendszerességgel lesz a két város részről is a szemétszállítás. Ezzel párhuzamosan több hulladéklerakó szigetet, ahol sok volt az illegális szemét állandóan, felszámolt a cég, hiszen mostantól a város teljes területén biztosított a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is. Gyakorlatilag a város teljes területén biztosított a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is. Igazából a szelektív gyűjtőszigetek jelen pillanatban, ami a legfőbb funkciójuk az, hogy az üveggyűjtésre még pillanatilag azok állnak rendelkezésre. Tervezzük a jövőben házhoz menő üveggyűjtőjárat bevezetését is. Erre még egy kicsit türelmet kérünk szépen, de bízunk benne, hogy akár már ebbe az évbe el tudjuk ezt is indítani. Igen, volt olyan gyűjtősziget, ami bizonyos okoknál fogva sajnos a környezete olyan volt, és úgy vonzott a illegális elhelyezést, amit igyekeztünk megszüntetni. Itt a város vezetéssel közösen kijelölésre kerültek azok a pontok, amik így megszüntetésre kerültek. Attól függetlenül igyekszünk mindig rendszeresen üríteni ezeket, de sajnos nem is egyformán telnek ezek, illetve van néhány olyan lakos, aki bizony illegális lerakónak használja ezeket a szigeteket. Újabb pontokat nem kívánunk kijelölni, pontosan abból kifolyólag, hogy ugye a házhoz menő gyűjtés mindenhol biztosított. Azon gondolkodunk, hogy esetleg néhány helyen, ahol jól működik, ott esetleg bővítjük az edények számát, de úgy gondolom, hogy nagyjából ezek a gyűjtőpontok megmaradnak, amik most jelenleg is üzemelnek. Dr. Farkas Gréta, a szegregátori projekt koordinátor szerint nagyon jó kezdeményezés, hogy megvalósul a két város részen a házhoz menő hulladékszállítás. Nagyon jó ötletnek tartom ezt, ez nagyon jó kezdeményezés. Ugye szüksége van a szegregátumban élőkre ehhez, ahhoz, hogy tisztán tartjuk a környezetet, és ez egy nagyon nagy lehetőség számukra. A szegregátum területén egy pályázat keretében igyekszik a koordinátor segíteni az itt élőket, hogy zökkenőmentesen folyjon itt az életük. Jelenleg én ugye a szegregátum pályázatban vagyok projektkoordinátor, aminek a keretében fogunk mi is tartani ilyen akciónapokat, ahol szemétszedés lesz, úgyhogy nekem a feladatom az, hogy itt a szegregátum területén minél több dolgot tudjak megvalósítani azzal kapcsolatban, hogy az itt élőknek a körülményei megváltozzon, úgyhogy én is minden erőmmel azon vagyok, hogy itt minden zökkenőmentesen folyjon. Egy pályázat segítségével szemétgyűjtési akciónapot is tartanak majd, hogy a két város részen élőknek is zökkenőmentes legyen az élete, szépüljön a környezetük.
A tavalyi árához képest 30-40%-kal drágulhat idén a magyar dinnye, kilónkénti ára várhatóan a főz azonban sem csökken 170-180 forint alá. Elsősorban a magasabb termelési költségekkel, illetve a termőterület csökkenésével magyarázzák a drágulást. Eleve később tudtunk elpalántálni, mert hideg volt az április. Volt egy nagy 40 mm-es eső, amikor már melegedett volna az idő, akkor meg megint nem bírtunk rámenni egy hétig. Az anyagok feljebb mentek, a vegyszerek, a fóliák. Például egy köztakaró fólia, aminek tavaly 900 forint volt kilója, most olyan 1500 forint körül van. Van olyan gombaölőszer, ami 200%-os áremelés van rajta. Ebbe a fóliába március 18-án palántáltuk, ez két hét múlva fog érni, ez még sárga dinnye. A későbbi palántázás miatt a kinti földi dinnyék azok olyan július 15-20-a fele fognak megérni. Tavaly belföldön 3500 hektáron termesztettek görög dinnyét, idén viszont a munkaerő hiány és az értékesítési bizonytalanságok miatt alig 3000 hektáron. Ukrajnában tavaly volt 40000 hektár dinnye, az most kiesik a világpiacról, kevés lesz a dinnye. Eleve Magyarországon is kevesebb hektárt ültettek, mint tavaly, mert sokan nem bírták tavaly eladni. Most úgy néz ki a helyzet, hogy majd hiány lesz. A termelés, a szállítás, illetve a munkaerő költségeinek emelkedése szintén áremelkedést okoz. A kilátásokat rontja, hogy számos dinnyetermelő áttért a szántóföldi gazdálkodásra, mivel a gabona nagyon felértékelődött az orosz-ukrán háború kitörése óta. Felvásárlási ára magas, a kereslet biztos, értékesítés ezért a dinnyével ellentétben nem fenyegeti az importdömping, ráadásul az időjárás se annyira. Kevesebb földön, kevesebb dinnye lesz. A május is elég hideg volt az eleje, meg az április az végig hideg volt. Hiába palántált ki valaki mondjuk április 10-én a lagútfóliába, nem mozdult a növény hetekig alatta, mert hűvös volt. Akik mégis a dinnyénél maradtak, azok a közlemény szerint ma már egyre inkább ellenálló, gyorsabban érő hibrideket ültetnek. A csepegtető öntözés a talajtakarással ugyancsak hatékonyan ellensúlyozza az aszályt, és az is fontos szempont, hogy a vásárlók egyre inkább a hűtőben tartható legfeljebb 5 kg-os dinnyéket keresik. A Karcag környékében dolgozó gazdák helyzete a külföldi versenytársak miatt nehezebb lesz idén, ugyanis a magas üzemanyagárak miatt a dél-európai dinnyét már nem lehet dömpingáron adni. A magyar dinnye az ukrajnai termelés leállása miatt Lengyelországban és Németországban új értékesítési lehetőségekre is számíthat. A karcagi járási ügyészség lopásvédsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat két budapesti férfi ellen, akik 2021. december 21-én kora hajnalban fegyverneken egy önkiszolgáló autómosó automata porszívójából összesen 6 darab 100 forintos érmét loptak el. Ezt fegyverkezik a fajszerrel, az ajtót, ezt az egész zárszerkezeti kellett cserélni, hogy a fajszerrel széttörték. Ez nem nyújt a fajszeret, tudták, hogy hogy nyújt. És akkor itt volt benne a kazetta, azt vitték el. A karcagi járási ügyészség lopásvédsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat két budapesti férfi ellen, aki 2021. december 21-én kora hajnalban fegyverneken egy önkiszolgáló autómosó automata porszívójából összesen 6 darab 100 forintos érmét loptak el. Az elkövetők annak érdekében, hogy az érmegyűjtő kazettához hozzáférjenek, felfeszítették az automata ajtaját, és ezzel a készülékben 300000 forint kárt okoztak. A két férfi egy rendőri igazoltatás során bukott le, amikor arra is fény derült, hogy előző este Kunhegyesen egy utcán parkoló tehergépkocsi zárt tolóablakát feszítették szét kézzel, és lopták el a járműből a tulajdonos ott tartott szerszámait, személyes tárgyait.
Az ügyészség vádiratában a fiatalabb 32 éves lopás miatt többször büntetett férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabására és közügyektől eltiltásra, míg 33 éves társával szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtön kiszabására tett indítványt. Az ügy a karcagi járásbíróságon folytatódik. A webáruházi e-kiskereskedelmi forgalom 22%-kal nettó 1 milliárd 275 millió forintra nőtt tavaly, ami a 2020-as kiugró teljesítményt figyelembe véve az optimista várakozásokat is kismértékben felülmúlta. Tavaly az e-kiskereskedelem részaránya a teljes kiskereskedelmi forgalmon belül az üzemanyag kiskereskedelem nélkül 11%-ot tett ki. Magyarországon 2026-ra az e-kiskereskedelmi forgalom meghaladhatja a 3200 milliárd forintot, amely akár 16%-nál is magasabb részarányt jelentene a teljes kiskereskedelmi forgalmokon belül. Ugyanakkor, ha jelenleg a fejlődés útjában álló hatások hosszú távon is maradnak, a következő 5 évben csupán duplázódhat az e-kiskereskedelmi forgalom, és a részaránya sem fogja elérni a 14%-ot. A harmadik realista forgatókönyv 5 év alatt 140%-os növekedéssel számol, amely csaknem 15%-os részarányt jelent. Az elemzés szerint a megrendelések száma is rekordot döntött 2021-ben. 26%-kal több, csaknem 87 millió e-kiskereskedelmi rendelést adtak le a fogyasztók. A legnagyobb forgalmú termékkategória 2021-ben a ruházat lett, ezzel letaszítva a trónról a hazai e-kiskereskedelem úttörőjének tartott számítástechnikai termékek körét. A kínált szállítási módok között a futárszolgálatok piacvezető szerepe továbbra is megkérdőjelezhetetlen. A webáruházak 90%-a kínálja ezt a szállítási módot, míg az összforgalom 73%-ában a fogyasztók is ezt választják. Csomagautomatán keresztüli szállítást már csaknem minden ötödik webáruház kínál. A személyes átvétel igénye a kereskedő telephelyén történő átadásra csökkenés mutat. A 2022-es év e-kiskereskedelmére a makrogazdasági és iparági tendenciákból a globális infláció, a világszintű csíphiány, az emelkedő nyers anyagárak és a háborús környezet kereskedelemre gyakorolt hatásai lesznek meghatározók. Karcagon is egyre több kisvállalkozás is üzemeltet webshopot, ahol többletbevételt tudnak elérni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!